Felújítása után Török Szent Miklós közösségi és kulturális életének egyik égköve lehet az egykori Kleinház. A közösségi élet szereplői várhatóan 2022. áprilisában vehetik birtokba az épületet. A Török Szent Miklósi Helyi Akciócsoportnak egy integrált stratégiája készült, és a stratégiában kulcs jelentőséggel egy alap projektje ez az infrastruktúra fejlesztés. Az úgynevezett Kleinháznak egy funkcióját vesztett épületnek az átalakítása, illetve felújítása része ennek a projektnek. Ennek célja, hogy egy közösségi tér alakuljon ki, és mivel egy kulcs projekt, erre még további programok és egyéb események fognak kapcsolódni, illetve ehhez kötődnek. Az első elemként, mint kulcsprojekt elindult ez ugye 2019-ben a pályázattal, illetve ez év januárjára elkészült kiviteli tervek alapján elindítottuk a közbeszerzési eljárást. Június 7-én tudtuk aláírni a vállalkozóval a vállalkozási szerződést, és 10-én átadtuk a munkaterületet, és elkezdődött az épület felújítását. Jelenleg ugye a bontások, illetve terület előkészítések már megtörténtek, illetve még folyamatban vannak, illetve az átalakítás, a belső átalakítási munkák vannak folyamatban, illetve elkezdődtek a gépészeti, illetve elektromos szerelési munkák. Sajnos a tetőfelújítás még elkezdődött ugyan, de nem tudott megvalósulni, de hamarosan várható, hogy a tetőfelújítás, illetve a homlokzathoz is hozzákezd a vállalkozó. Várható, mikor készül el, mikor ér a végére ez a beruházás? Szerződés szerint 2022 áprilisra készül el a munka. Bízunk benne, hogy azért látványos eredmények már az idén is lesznek, és áprilisban át tudjuk adni az épületet a közösségek számára. A jelen helyzetet tekintve tartható lehet ez a dátum? Hát vannak csúszások, de úgy gondoljuk, hogy jelenleg a vállalkozó még azt ígérte, hogy igen, tudja tartani ezt a 2022-es áprilisi határidőt.